Álladat létszíves támad az áltámaszra, homlokodat előre. Ez a fehérvári optika minden évben csatlakozik a kezdeményezéshez. A cél most is az, hogy minél többen jussanak el szemvizsgálatra. Emellett a digitális világ vizuális kihívásaira is szeretnék felhívni az emberek figyelmét. Októberben mindenki ingyenesen kaphat szemvizsgálatot az optikákban, ahol a meglévő szemüveget igény szerint megigazítják, és tanácsot is adnak a szakemberek. Két lehetőség van, az egyik az, amikor gyakorlatilag csak megnézik, hogy az adott szemüveg kontaktlencse megfelelően még jól lát vele, és ha igen, akkor örülünk, ha nem, akkor felhívják rá a figyelmet. Nálunk azonban egy komplett vizsgálat társul ehhez. Nem csak azt nézzük meg, hogy jó-e a szemüveg, hanem azt is, hogy milyen kellene helyette. Egy hatos, amit az előbb 8-asnak láttam, az kitisztult. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy azoknak, akik nem hordanak szemüveget, érdemes megnézetniük, hogy van-e szükség egy teljes körüllátás vizsgálatra, azoknak pedig, akik szemüvegesek, az éves felülvizsgálat ajánlott. Különös rizikófaktornak érezzük mi az autóvezetőket, sajnos az a tapasztalatunk, hogy nagyon sokan szemüveg nélkül vezetnek, vagy nem megfelelő szemüveggel. Jön az ősz, jönnek az esős, ködös, sötét idők, amikor még fontosabb lenne, hogy szemüveget viseljenek, még jobban lecsökken a látótávolság, nehezebb, rosszabbak lesznek a kontrasztok, nehezebben veszik észre a dolgokat az utakon. Azon kívül, akik az monitor előtt dolgoznak, ha rendesen ki van korrigálva, akkor az lényegesen könnyebb a munka. Emellett a cukorbetegeknek mindenképpen ajánlott évente egy szemfenékvizsgálat. A felnőttek mellett a gyerekek látásának védelme is kiemelten fontos, hiszen a fejlődésben lévő szervezet jobban ki van téve a digitális eszközök okozta káros hatásoknak.